Köszöntjük az Evangéliumi Igazságok sorozat nézőit. Andrew Womack Isten feltétel nélküli szeretetéről és kegyelméről tanít. Jesus forgave us of all sin, past, present, and even future sin. The first time I realized that Jesus took the absolute penalty, punishment, all of it for my sins, that was freedom for me. Most következzen Andrew. Üdvözlöm Önöket az Evangéliumi Igazságok mai adásában. Ma a Lehet jobb az ima életed című tanítássorozat harmadik hetének végéhez érek, és egy könyvet is írtam ebben a témában. Olyan radikális dolgokat osztottam meg Önökkel, amik által hiszem, hogy megváltozik az életük. Sokat növekedtem az ima életemben és az Úrral való kapcsolatomban, és volt idő, amikor én is aszerint cselekedtem, ami ellen most tanítok ebben a sorozatban. De a szívem őszinte volt, és Isten elég kegyelmes volt ahhoz, hogy szemet hunjon az ostoba dolgaim felett. Isten mindvégig szeretett és megáldott engem. De növekedtem, és sokkal jobb lett volna, ha 45 évvel ezelőtt olyan az ima életem, mint amilyen ma. Isten sok mindent kijelentett nekem, és jó eredményeket tapasztalok, de továbbra is növekszem. Nem történik meg minden, amit szeretnék, és továbbra is tanulok, de ugrásszerűen fejlődtem, és Isten jó dolgokat tesz velem. Hiszem, hogy lehet jobb az ima életük annál, mint ahogy annak idején én imádkoztam, vagy ahogy ma a legtöbb keresztény imádkozik. Tehát ezekről a dolgokról volt szó. A Lehet jobb az ima életed című sorozat 5 témaköréből az első 3-mal már foglalkoztunk. Angol nyelven CD-t és DVD-t is készítettünk erről, illetve egy tanulmányi útmutatót, ami elsősorban abban segít, hogy másokat is tanítvánnyá tegyenek. Aki követte az eddigi tanításaimat, az bizonyára rájött, hogy amit az imádságról vallok, az gyökeresen eltér attól, amit manapság hallanak vagy tanítanak erről. Ezért nagy szükség van arra, hogy ezeket az igazságokat a helyes szemszögből az imádkozás jobb módjaként ismerjék meg. Úgy gondolom, nagyszerű lenne átbeszélni ezt a tanítást egy kis gyülekezeti csoportban, vagy egy bibliaórán. Ez egy óriási lehetőség arra, hogy ezeket az igazságokat másokkal is megismertessük. És még ha lesz is, aki nem ért egyet Önökkel, akkor is biztosan elindítaná a beszélgetést. Megvitatnák a dolgokat, és hiszem, hogy ez segítene az embereknek növekedni az Istennel való kapcsolatukban. Arról szeretnék beszélni, amit Jézus mondott a Márk 11. fejezetében, hogyan imádkozzunk és higgyünk. Ez egy sokak számára ismerős igeszakasz. Jó néhány vallásos dolgot megcáfoltam már, többek között azt, hogy nem kell hosszan imádkozni és az emberek előtt ezzel kérkedni. Aztán beszéltem a közbenjáró imádságról, hogy a legtöbb keresztény ma ószövetségi közbenjáró imákat mond. Nem az új szövetség szerint imádkoznak, ami azon alapul, amit Jézus tett, hanem próbálják rávenni Istent, hogy ne árassza ki a haragját rájuk. Ez szükségtelen, ugyanis Jézus ezt már megtette. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy elsajátítjuk, érvényesítjük azt, amit ő már elvégzett, ahelyett, hogy próbálnánk rávenni Istent valamire, mintha Jézus nem békített volna ki minket Istennel. Egész héten az imádság elsődleges céljáról beszéltem, ami nem más, mint a szeretet és a kapcsolat, az Istennel való intimitás. A Biblia szerint az örök élet Isten és Jézus Krisztus megismerése. Ez tehát az imádság elsődleges célja. Most arról szeretnék beszélni, hogyan tudnak élni a hatalmukkal, és hogyan tudják felszabadítani Isten erejét, ami ott van Önökben. Ezt az imádságon keresztül a hit szavainak kimondásával tehetik meg. Nézzük meg a Márk evangéliuma 11. fejezetét, amikor Jézus a szolgálata végén Jeruzsálembe megy. A Márk 11. fejezet 12. versétől olvasom. Másnap pedig, amikor Betániából elindultak, megéhezett, és messziről meglátva egy zöldellő fügefát, odament, hát ha talál rajta valamit. De amikor odaért, semmit sem talált rajta, csak levelet, mert nem volt fügeírés ideje. Megszólalt, és ezt mondta a fának: senki ne egyen róla gyümölcsöt, soha többé. A tanítványai is hallották ezt. Azután Jeruzsálembe értek. Jézus bement a templomba, ahol kiűzte a galambárusokat és a pénzváltókat, felborította az asztalaikat. Aztán a 20. versben azt mondja,
Korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Péter visszaemlékezve így szólt hozzá, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Mielőtt megvizsgálnánk azt, amit Jézus mondott, és rátérnék arra, amivel igazán foglalkozni akarok, fel kell ismerjük, hogy ez egy óriási csoda volt. Jézus épp arra járt és éhes volt, meglátott egy fügefát, ami tele volt levelekkel. Tudják, elképesztő, hogy mindegy, mit mondok, valaki mindig talál valamit, ami miatt kritizálni fog. Legyen szó bármiről. Jelen esetben arról, hogy azt mondtam, hogy ha a fügefán levelek vannak, akkor egyúttal fügének is kell lennie, vagyis előbb hoz fügét, mint levelet. Valaki felvette velünk a kapcsolatot, és azt mondta, hogy van egy fügefája is, szerinte nem igaz, hogy előbb hoznak termést, mint levelet. Nem igazán értettem a dolgot, de a munkatársaim meglehetősen nagy erőfeszítést tettek ez ügyben, ugyanis felkeresték az izraeli nagykövetséget, és megkérdezték erről, és kiderült, hogy az Izraelben növő fügefák valóban előbb hoznak fügét, mint levelet. Jézus tehát meglátott egy fügefát, amin levelek voltak, és ha voltak rajta levelek, az azt jelentette, hogy fügéket is kellett volna teremnie. Jézus ezért odament, és arra számított, hogy fügéket talál majd rajta, de mivel nem volt rajta gyümölcs, megátkozta ezt a fügefát, és azt mondta, senki ne egyen róla gyümölcsöt soha többé. Majd továbbment. Biztos vagyok benne, hogy amikor továbbment, az a fügefa pontosan úgy nézett ki, mint azelőtt. Nem dőlt ki azonnal, a külsején nem történt semmilyen változás. És bár nem írja, de a tanítványai bizonyára ugyanezen az útvonalon haladtak el, amikor aznap este hazamentek. Jeruzsálembe menet elhaladtak a fügefa mellett, és valószínűleg Jeruzsálemből visszafelé is elsétáltak mellette, és délután sem vettek észre rajta semmit. Aztán, korán reggel, amikor elmentek a fügefa mellett, észrevették, hogy az gyökerestől kiszáradt. Ez aztán a csoda. Nem nyúlt hozzá, nem használt ásót, fejszét, nem öntött rá sót sem, nem tett semmit a természetben, csupán szavakat használt, beszélt ehhez a fügefához, mire az azonnal elpusztult. Azt mondja Máté, hogy a fügefa azonnal elszáradt. De úgy tűnt, hogy nem azonnal száradt ki, hanem csak másnap. Ennek oka az, amit ír, hogy gyökerestől száradt ki. Abban a pillanatban, amikor Jézus megszólalt, a fügefa kiszáradt, a gyökerei elhaltak. Ahhoz hasonló ez, mint amikor levágnak egy virágot, amit aztán az akójukra tűzhetnek, vagy vázába tehetnek, és úgy néz ki, mintha még mindig élne, akkor is, ha már le lett szakítva, és már halott. Az elhalás folyamatában van, csak egy kis időbe telik, míg összezsugorodik. Nos, ennél a fügefánál körülbelül 24 órába telt, mire a föld felett is végbe ment az, ami a föld alatt. Remek lecke van ebben. Tudják, létezik szellemi és fizikai világ is. A fizikai világban keressük az eredményeket, de az igazság az, hogy a szellemi világban Isten már mozdult, az ő ereje felszabadult. Vegyük például a gyógyulást. A gyógyulásuk már megvan, csak eltart egy ideig, amíg a testük helyre áll. Vannak, akik nincsenek ennek tudatában. De mint ahogy nem látunk a föld alá, és nem látjuk, hogy egy növény gyökere hogy néz ki, ugyanígy nem láthatnak a szellemi birodalomba, és nem feltétlenül láthatják, hogy Isten mikor mozdult és mikor szabadította fel az erejét. De amikor hittel szólnak, Isten ereje felszabadul, és abban a pillanatban már megtörtént a dolog. Lehet, hogy 24 órába telik, amíg a szellemi világban történtek, a fizikai világban is megnyilvánulnak, de ez már végbe ment. Amikor tehát ezt látták, teljesen elámultak, és Péter azt mondta, Mester, nézd, a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Tudják, az egyik hátránya annak, ha csak felolvasunk valamit, hogy nem igazán tudjuk visszaadni a hanglejtést. Nem hiszem, hogy Péter ezt úgy mondta, hogy Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Valószínűleg inkább felkiáltott, hű, Jézus, nézd a fügefát, kiszáradt. Teljesen elképett, amikor látta Isten erejének természetfeletti megnyilvánulását. Jézus hanglejtését sem hallani a következő versben, amikor azt mondja, higgyetek Istenben. Nem hiszem, hogy unottan mondta, hogy higgyetek Istenben. Sokkal inkább úgy szólt, hogy higgyetek Istenben. Mi van veletek, srácok?
Három éve veletek vagyok. Láttátok, hogy lecsendesítem a tengert. Láttatok a vizen járni, hogy megszaporítom az ételt, hogy feltámasztom a halottakat. Láttátok mindezeket a dolgokat. Mikor kezdtek el hinni végre Istenben? Miért döbbentek meg azon, hogy a fügefa kiszáradt? Szerintem Jézus ezt inkább így mondta. És itt vannak azok a versek, amikre ki akartam térni. Jézus elmondja a tanítványainak, hogy tudta felszabadítani Isten természet feletti erejét, anélkül, hogy megérintette a fügefát, anélkül, hogy bármit tett a természetben. Csupán szólt, és a fügefa engedelmeskedett neki. Ez egyszerűen csodálatos. Ismétlem, azt hiszem, néha csak elolvassuk ezt, és nem igazán gondolunk bele. De mi lenne, ha a házunknál elsétálnék egy fa mellett, aminek az ága megkarcolna, megsérülnék, mire én megfordulnék, és azt mondanám, Jézus nevében halott vagy, és tovább mennék. Aztán másnap az egész fa egyszerűen kiszáradna. Garantálom, hogy az lenyűgözni önöket. Jézus itt pontosan ezt tette is, elmagyarázza, hogyan csinálta. A 23. versben azt mondja, bizony mondom nektek, ha valaki, ez azért fontos, mert az emberek azt hiszik, hogy csak Jézusnak volt ekkora hatalma, de ők nem rendelkeznek ekkora hatalommal, senkinek sincs ekkora hatalma, mi nem tehetünk ilyen dolgokat. Figyeljük meg, mit mond. Bizony mondom nektek, ha valaki, ez azt jelenti, hogy ez nem csak rá vonatkozik. Ez nem csak az apostolokra, nem a 2000 évvel ezelőttre korlátozódik. Valaki az, aki él, lélegzik, aki hallgatja most ezt, akár tud róla, akár nem. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Ez igazán lehengerlő. Nagyon erőteljes. Sok minden van ebben a versben. Sokat tanítottam erről a versről, és nem lehet mindezt egy 30 perces rövid műsorban elmondani. Jövő héten is erről lesz szó, részletesen megvizsgáljuk majd, de szeretném elmondani, hogy először is azt mondja, hogy ez nem másnak szól, hanem mindenkinek. Ez önre és rám vonatkozik. Mindenkire, aki nézi ezt a műsort is, ezt most azonnal megtehetjük. Ez önöknek szól. Ha valaki azt mondja, figyeljék meg, hogy Jézus három különböző alkalommal hangsúlyozza, hogy mondaniuk kell valamit. Bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Tehát az Isten erejét úgy tudjuk felszabadítani, hogy imádságban együttműködünk. Amikor egy krízishelyzettel szembesülünk, így imádkozom. Istenem, mit tegyek? Kérlek, adj bölcsességet. Aztán megragadok egy igeverset, és aszerint cselekszem. Azt teszem, amit mond, de valójában az Úrnak válaszolok. Ez az egymással való kapcsolat, közösség miatt van. Tehát úgy vélem, hogy ez az egyik módja annak, hogyan imádkozzanak. Azért hoztam ezt fel, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos. Amikor valamilyen szükségben vannak, így tudják betölteni azt a szükséget. Többször is hangsúlyozza, hogy mondaniuk kell valamit. Itt több pontra is ki kell térni. Egyrészt nem hiszem, hogy minden imát ki kell mondani. Hiszem, hogy Isten ismeri a szívük gondolatait, sok igevers szól erről. A 19. Zsoltár egyik verse is ezt mondja. Sok igevers szól arról, hogy Isten ismeri a gondolatainkat és mindent, amit teszünk. Ezért hiszem, hogy imádkozhatunk a gondolatainkban. Én szoktam ezt gyakorolni. Voltam már olyan helyzetben, amikor nem tudtam hangosan kimondani dolgokat, de az Úrral beszélgettem. Bölcsességet kértem tőle, és imádkoztam a szívemben. Manapság nem imádkoznak fennhangon az iskolákban, de tudják, amíg dolgozatokat iratnak, addig imákat is mondanak. Lehet, hogy nem hangosan, de az emberek kérik Istent, hogy segítsen nekik, és tegyen meg dolgokat. És ez imádság. Lehet imádkozni anélkül, hogy beszélnének, de a szavaiknak ereje van. Úgy hiszem, hogy sokszor ki kell mondani az imát. Egyrészt, ha valamit megfogalmaznak, az segít megérteni azt. Isten sok mindent felfed előttem, ami nagyon lelkesít. Kapok egy kijelentést, megtudok valamit, de nem tudom szavakba önteni.
Ez azért van, mert nem igazán értem teljesen, és elmélkednem kell rajta, egy darabig gondolkodnom kell rajta. És végül eljutok oda, hogy igen, ezt ki is tudom mondani. Ez segít megérteni a dolgot, amit végül meg is tudnak fogalmazni. Szóval szerintem jót tesz, ha kimondják ezt. A példabeszédek 18. fejezet 21. verse azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában, amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Tehát a nyelv hatalmában van az élet és a halál. A kimondott szavak hatalommal bírnak. Mózes első könyvében az áll, hogy Isten szavakkal teremtette az eget és a földet. Előszólított minden egyes fát, minden sziklát, minden embert, minden állatot, mindent szavakkal teremtett. A szó szülőerő, és a dolgok reagálnak a szavakra, mint ez a fügefa is. A mai felvilágosult korunkban az emberek azt gondolják, hogy ez csak babonaság, egy fa nem reagálhat arra, amit mondunk neki. De a szavaknak hatalmuk van, és a hitben kimondott szavak még az élettelen tárgyakra is hatással vannak. Hatással vannak mindenféle dologra. A szavak egyszerűen erőteljesek. Egy vagy két napig is tudnék erről beszélni, a legtöbb ember nem érti ezt. Tudják, manapság a szavak nem sokat érnek. Régebben, amikor az ember a szavát adta, hogy megtesz valamit, akkor lehetett rászámítani. Az ember betartotta a szavát. Ma az emberek bármit megígérnek, még szerződéseket is aláírnak, amit aztán felbontanak, mert találnak valami kibúvó záradékot. Vitatkoznak valamin, ami hiába van írásba foglalva, nem sokat ér. Egy jó ügyvéddel egyszerűen érvénytelenítik a dolgot. Napjainkban a szavak nem igazán fontosak. Az emberek mindenfélét mondanak, aztán azt mondják, hogy hát én csak vicceltem, nem gondoltam komolyan. Nem kellene olyat mondaniuk, amit nem gondolnak komolyan, és nem kellene olyat gondolniuk, amit nem mondanak komolyan. Ki kell mondaniuk a szavakat, a szavak fontosak, sokkal fontosabbak, mint gondolnák. Visszatérve az előbb említett igevershez, élet és halál. Nem csak a pozitív dolgokról, az életről is arról van szó, hogy amikor beszélünk, csoda történik. Minden szó, amit kimondunk, vagy élet, vagy halál. És szomorú tény, hogy sokan átkozzák magukat. Vannak, akik azt mondják, nekem soha nem fog jól menni a sorom, nekem soha semmi nem működik. Tudják, amikor ilyeneket mondanak, akkor ezek a szavak hatással vannak önökre. Hatással van a környezetükben élőkre, hatással vannak a démonokra is, az angyalokra is. Azt mondja az ige, hogy az angyalok hallgatnak Isten szavára. Szolgáló angyalokat küldtek értünk. Zsidókhoz írt levél első fejezet 14. vers. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Hogyan szolgálnak? Hallgatják Isten igéjét, és ha önök elkezdik Isten igéjét kimondani, akkor életet szabadítanak fel, és ezek az angyalok elhoznak dolgokat önöknek. Mondják azt, hogy az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban. Ha ezt hittel kimondják, és nem kételkednek a szívükben, akkor Isten angyalai mindezt megadják önöknek. De aki azt mondja, hogy én mindent elrontok. Soha nem sikerül semmi. Amire csak ráteszem a kezem, az tönkre megy. Akkor az összes démon a halló távolságban azon kezd el dolgozni, hogy ez megtörténjen. Tudom, hogy néhányan azt gondolják, hogy ez nevetséges, és ezt csak kitaláltam. Tényleg azt hiszed, hogy vannak angyalok és démonok? Hát persze. Hiszem, hogy amikor kimondok dolgokat, az hatással van a szellemi szférára. Hiszem, hogy ez hatással van a fizikai, természetes világ dolgaira. Jézus azt mondta, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. Az egyik oka, miért nem látják, hogy az imáik meghallgatásra találnak, és nem nyilvánul meg az, amiért imádkoznak, az az, hogy nem hisznek a szavaik erejében, és mindenféle dolgokat mondanak. Ha nem őszinték, ha nem mondanak igazat, ha hazudnak, ha árnyalják az igazságot, ha túloznak, ha elfertítenek dolgokat, amikor így beszélnek és nem valósul meg az, amit kimondtak, akkor tudják, mit tettek. Épp az ilyen viselkedéssel győzték meg a szívüket arról, hogy a szavak nem fontosak, hogy nem lehet bízni bennük.
Nem hisznek abban, hogy a szavaik valóra válnak, és ha az orvos azt mondja, hogy meg fognak halni, akkor önök a Márk 11.23-hoz lapoznak, hogy én a számmal megvallom, és a szívemben hiszem, hogy meggyógyultam. Jézus sebeiben meggyógyultam, és hiszem, hogy ezt megkapom. A szívük azonban azt mondja, miben különböznek ezek a szavak a többi szavaktól, amiket mondtál, amiket nem hittél, amiket nem gondoltál komolyan. Miben különbözik ez attól a sok tévéműsortól, amit nézel, amire azt mondod, ó, ezzel nem értek egyet, nem hiszek ebben, mégis ott ülsz, és hagyod, hogy ezek a dolgok rád zúduljanak. Ezzel összezavarják a szívüket, és megakadályozzák, hogy megvalósuljon az, amit ez a vers mond. Hinniük kell a szavak erejében, nem csak a saját szavaikban, hanem minden egyes szóban. Ne engedjétek magatokat becsapni. A jó erkölcsöt megrontja a rossz társaság. Ha azt gondolják, hogy nyugodtan nézhetnek tévét, nézhetnek bármit, elolvashatják azt a regényt, lóghatnak azokkal az emberekkel, akikkel nem értenek egyet semmiben, mert mindez nem hat önökre, akkor becsapják magukat. A jó erkölcsöt, a helyes életmódot megrontja a rossz társaság. A gonosz beszéd igenis hatással van önökre. Amikor hazugságokat hallgatnak, az hatással van önökre, és akadályozza önöket abban, hogy a Márk 11.23 szerint cselekedjenek, mert a szívüket megmérgezték, mert nem hisznek a szavak erejében. Nem hisznek benne. Ha az idejük nagy részében ezt nem tartják be, akkor nem tudják a hitet csak úgy ki és bekapcsolni. El kell kezdeniük hinni a szavak erejében. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amikor imádkoznak, figyeljenek arra, hogy mit imádkoznak, hogy mit mondanak. Ezt már többször elmondtam ebben a sorozatban, de sokan úgy gondolják, hogy nem számít, mit mondasz, csak az számít, hogy imádkozol-e. Csak imádkozzanak és mondják azt, amit csak akarnak. Nem, van helyes és helytelen módja az imádkozásnak. Mondhatnak halálos szavakat. Volt, hogy azzal jött oda hozzám valaki, hogy imádkoznál a férjemért? Aztán végig csak szapulták, mondván, veri a gyereket, veri a kutyát, elköltötte, elitta minden pénzünket, rossz ember is, egyáltalán nem értékel engem. Elsorolják ezeket a szörnyű dolgokat, aztán arra kérnek, hogy imádkozzak érte. Tudják, el tudom képzelni, hogy az ima életük csak arról szól, hogy ó, Istenem, mentsd meg a férjemet. És aztán 40 percig sorolják a rossz dolgaikat, hogy miket tesz, és végül azzal fejezik be, hogy Jézus nevében. És nem értik, hogy miért nem kapnak választ az imájukra. Azért, mert fontos, hogy mit mondanak ki, és nem azt mondják ki, amit szeretnének, hanem arról beszélnek, hogy most milyen a helyzet. Figyeljük meg, mit mond. Ha valaki azt mondja ennek a hegynek, emelkedjél fel, és vesd magad a tengerbe is, nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik, annak megadatik az. A legtöbb ember arról beszél, amivel rendelkezik, ahelyett, hogy azzal rendelkezne, amit kimond. Van különbség. Sorolhatják a negatív dolgokat a házastársukról, de ezzel csak lehangolják magukat. Nem beszélnek a hitről. Csak nyafognak is, panaszkodnak is, csodálkoznak, hogy nem kapnak választ az imáikra. Amikor imádkoznak, mondják azt, Atyám, arra kérlek, hogy érintsd meg a férjemet, mentsd meg őt. Még ha tesz is bizonyos dolgokat, köszönöm, hogy ő egy istenfélő ember. Köszönöm, hogy fogékony rád. Köszönöm, hogy az 1 Korintus 7 szerint a hitetlen férj megvan szentelve hívő felesége által, és a hitetlen feleség megvan szentelve hívő férje által. Köszönöm, Atyám, hogy egyek vagyunk. Köszönöm mindazt, amit tettél az életemben, és köszönöm, hogy megérinted őt. Tehát mondják ki a hitüket, és megkapják azt, amit kimondanak, ahelyett, amiket eddig mondtak. Van különbség. Dicsőség Istennek, meg kell tanuljuk, hogy lehet jobb az ima életünk. Kifutottam az időből, de a következő adásban visszatérek erre. Van egy könyvem erről, aminek a címe Lehet jobb az ima életed. Bátorítom önöket, hogy szerezzék ezt be. Az áldásukra fog válni. Hívjanak, vagy írjanak még ma.